Ez az, ami, hogy ez meg már abszolút nem merem felvenni. Ne is vegyem, ahogy a reakciódból látom. Sziasztok, csillagszórók! Éppen haladok a Lakatos Márk szalon felé ezzel a csokor gyönyörű őszi virággal, ugyanis a Joy Magazin és az FNDF közös videó sorozatának egy újabb epizódját forgatjuk. A Gardrop Tuningban mindig vendégül látok egy női párost, anyukát, lányát, testvéreket, barátnőket, akiknek kiszortírozzuk a ruhatárát, megnézzük, hogy mi maradjon és mi menjen, és az FNDF őszi kollekciójából mutatok nekik néhány okos stílus tippet, hogy lássák, hogy a stílushoz nem a pénz a fontos. Gyertek, nézzétek meg! Vagyok, 46 éves, és a lányomat hoztam magammal. Én Vivi vagyok, 17 éves, és hát ő az anyukám. Lassan a változó korba érek, és nagyon megváltozott a testem. Nem hordhatom már azokat a ruhákat, amiket eddig, viszont nem tudom, hogy mit hordjak, és mi az, ami jól áll, és ebben szeretnék segítséget kérni. Nagyon sokat fogytam az elmúlt 5 évben, és már nem, meg a stílusom is nagyon sokat változott. Egyszerűen már nem találok olyan ruhát a gardróbomban, amivel boldog vagyok, vagy ami van, az nagyon kevés, és ezért szeretnék egy kis irányítást kapni Márktól, hogy hogyan tegyem ezt. Tartok attól, hogy azt a stílust fogja képviselni, ami nekem nem tetszik, azt fogja javasolni. Lehet, hogy nem fognak tetszeni neki a sötét színek, amik vannak a gardróbomban. Nehéz neki most már azt megtapasztalnia, hogy egy igazi, szép, csinos, vonzó nő lett, és azt szeretném, hogyha nőies ruhákat venne fel, sok-sok szoknyát, magas sarkút lassan, testhez álló ruhákat, és mert most már megtehet. Anyukám stílusáról hát igazából nem tudnék annyira rosszat mondani, mert anyu tényleg nagyon nőiesen öltözködik, és én ezt is szeretném majd később képviselni. Viszont talán én nem hordanék annyi ilyen zakót, amit ő hord. Azt szeretném neki, hogy merjen még fiatalosabban öltözködni, ne féljen felvenni olyan darabokat, amik esetleg úgy érzi, hogy nem az ő korosztálya. Most jön a fekete leves. Jön mindjárt Zsani, meg Vivi, elhozzák a ruháikat, én pedig mindent kidobok, ami nem jó. Ami jó, az maradhat. Zsanikám, mi lapul a kis Marilynben? Muti! Mutatom. Mitől izgulsz ennyire? Attól, hogy mit fogsz mondani. De miért én olyan félelmetes vagyok? Egy kicsit igen. Tényleg? Nem ám, most ez miért vagyok félelmetes? Határozott véleményed van, és mindig elmondod. De az félelmetes? Aha. Te miért bizonytalan vagy magadban? Igen. Tényleg? Hát és azért jöttem. És mi az, ami, tehát mi az, amiben nem vagy biztos? Mondjuk a ruháidat néző. Hogy ennyi idősen mit vehetek föl. Hány éves vagy? 46. Az egy kor? Az már igen. Komolyan? Igen. Hát mert hogyha érted, 60 évesen azon rágódná, hogy fölvehetsz egy miniszoknyát, akkor azt mondom, oké. Okay. De egy 46 éves nő, az miért gondolkodik bármin is? Hogy szabad-e vagy sem? Változtam. Tényleg? Igen. Hogy? Sokat. Az alkatom, hát a gravitáció, ugye? Az alkatom, tehát egy vékony nő vagy. Hát, jó, csak már nem olyan, mint 20 évesen. Na jó, de azt kimondta, hogy ugyanolyan lesz, mint 20 évesen? Reménykedtem. Tényleg? Ebben átadtad magad? Pontosan. Attól még lehetsz nőies, mert el kell, hogy mondjam neked, hogy jelen pillanatban egy modern, csinos, vagány nő az nyugodtan hordhat. Lapos sarkút, férfi cipőt is hordhat, tornacipőt is hordhat, és attól még ugyanolyan csajos lesz. Tehát oké, ezzel mi változott még? Nincsen társam, és ezért nem érdekel annyira, hogy nézek ki. Amikor társad volt, akkor jobban érdekel? Igen. Igen. Így meg akarok felelni valakinek. Pedig jobb lenne, hogy csak magamnak, de... Hát van ilyen, tehát természetesen fontos az ember környezetének a véleménye. Persze nem mindenkinek kontrollálatlanul kell megfelelni. De egyébként lehet, hogy a társ találásban is jó az, hogyha az ember tudja azt, hogy kicsoda, micsoda.
És azt mutatja meg a világnak, nem? Ebben igazad van. Na mutasd, nézzük ezeket a bezárkozott ruhákkal. És munkába. Ne várj, és sóhajt egyet rögtön. Ezt nem szereted? De, ezt szeretem. Uh-huh. Ezt szeretem, ennek jó a szabása, szeretem az anyagát, és nem gyűrődik annyira. Hát figyelj, ez egy érdekes darab. Igen, mivel kombinálod? Akár színessel is, bármire. Milyen színeket szeretsz egyébként? Rózsaszín, nagyon. Rózsaszín? Azt nagyon, meg a fehéret. Aha. Szerettem a lányom, meg a te pulcsi színét. Ezt a igen, mert neked meleg, abszolút meleg színeid vannak, te egy igazi meleg ősz vagy, még akkor is, hogyha a hajadat egy picit azért ilyen hidegebb, hanvasabb irányba viszed el, tehát ilyen szép, álmodozó, őzike szemeid vannak, bézs bőröd, egy magas, vékony nő vagy, úgyhogy nem értem, hogy mit kell magadon takargatni. De az biztos, hogy ez például egy olyan darab, amit tök jól lehet kombinálni, tehát ezt föl lehet venni úgy, hogy egy ilyen visszafogott, konszolidált irodai ruha legyen, hát ez gyakorlatilag adja magát, hogy ebből egy dögös parti cuccot is, vagy egy bulis cuccot is lehessen csinálni. Tök egy farmer, egy sima, abban sem vagyok biztos, hogy milyen típusú farmer áll nekem jól. Hát álljál föl, hagyj nézze meg az alapodat, vedd le azt a kaftánt, mert úgy nem látszik. Figyelj, tök vékony vagy. Van cicid, van derekad. Ez egy hosszított homokóra, talán egy picit szélesebb a csípő, azt lehetne mondani. Ezt úgy hívják, hogy vázalkat, a körtének egy ilyen nyújtott, hosszított formája, de alapvetően vékony derekad van, és van cicid, tehát tök jól öltöztethető. Nadrágban én eleve nem vagyok nagyon csípő farmer párti. Ja, hát tehát sem. Ez a magasított, ugye neked tök jó szép hosszú derekad van, tehát nyugodtan hordhatsz magasítottabb derekú nadrágokat, akár szűkebb, akár bővebb szárral. Jó. Képzeld, azt mondta Márk, hogy csinos vagyok, magas, úgyhogy hordhatok olyan ruhákat is, ami kiemeli az alakomat. Ugye? Hogy ugye? Na mi van még? Ez? Ezt hordtam korábban, ilyeneket, és hogy ez meg már abszolút nem merem felvenni. Ne is vegyem, ahogy a reakciódból látom. Hát figyelj. Állatmintát szeretjük, de ez... olcsó kategória. Igen. És nem az ára, hanem a megjelenése olcsó, tehát ez nem való hozzád. Ezzel az egész fiatalságom repült. Vivikém, 30 kg fogyás után, igen. Te kövérnek látod még magad, vagy nem? Nehéz. Néha igen, néha nem. Uh-huh. Ez ugye attól is függ, hogy mennyire látom laposnak ugye a hasam, meg ugye milyen ruhákat veszek föl. Uh-huh. Tehát néha van, amikor egy feszes ruhában kövérnek látom magam, de van, amikor nem. És hogy van, hogy amikor lefogytad ezt a sokat, akkor elkezdtél szűk ruhákat hordani? Tehát meg volt benned az igény, hogy na most akkor megmutatom, hogy fogytam? Igen. Teljes egészében. És viszont mégis néha elbizonytalanodtál, hogy ez jó-e vagy sem? Igen, meg ahogy ugye közben ugye teltek az évek és változott ugye a divat is, és megtetszett nekem a koreai divat. Koreai, aha, kawaii, az mondjuk japán, de igen. Igen, és ugye ők meg oversized hordanak meg minden, és akkor próbáltam kicsit összekeverni, de néha jól sikerült, néha nem. Próbáltam a koreai divatból egy kis ikletet meríteni ezzel a nagyobb méretű ruhadarabokkal, illetve meséltem neki, hogy mivel szeretem az ázsiai divatot, és hát oda vagyok a koreai zenéért is, például a Blackpinkért. De igen, ez egy nagyon érdekes kettősség, mert hogyha rád nézek, akkor mondjuk a 50-es évek nagy olasz mozisztárjai jelennek meg a szemeim előtt, Sophia Loren mondjuk, tehát hogy van egy ilyen mediterrán olasz vonal, viszont ugye az öltözködésedben meg van kicsit ázsiai, meg kicsit ez a vintage sztori, úgyhogy lehet, hogy érdemes ezzel kísérletezgetni, hogy hogyan tudsz úgy nőiesen felöltözni, hogy közben mégis azért abban legyen egy ilyen fajta alternatív esztétika, ami szerintem nagyon jó lehet. Na miket hoztál? Mi van a nagy Marilynben? Na, lássuk. Felrakjam? Aha, nyugodtan, persze. Jó, rendben. Szóval... hát bordó. Van benne egy bordó kort bársony szoknya. Mik a kedvenc színeid? Mert az, hogy a mustárt szereted, az oké. Okay. Igen. Szeretem az ilyen nagyon alapszíneket, hogy fehér, fekete, illetve a pasztel színeket is nagyon, meg az... Na mutass egy pasztelt, mert azt itt nem látok. Pasztel? Hát például ezt nemrég szereztem egy vintage boltban. Aha. Ez egy kis kardigán. Aha. És mi ez?
Ez egy kockás ing, ezt szoktam a korbársony szoknyával kombinálni, mert vannak benne mert hasonló bordó, aha. színek, igen. Értem. És akkor ezt a, esetleg a bordó harisnyával, aha. és van egy, és ugye egy ilyen bőrcipővel. Ez egy kockás szoknya. Egy midi? Na és ezt mivel veszed fel? Ezt ezzel a mustársárga hosszúival szoktam fölvenni. Aha. Ennek van, egy pici nyaka van, de nagyon kényelmes és uh-huh. nagyon jól mutatnak együtt. Igen, ez egy érdekes dolog, hogy alapesetben ugye te egy sötét ősz vagy, tehát ezek az igazi tüzes vagány színek, mint például a pirosnak, ez a meggyes árnyalata, a mustár, a bordóknak is, az élé, vagy az ilyen erősebb, mélyebb tűzű árnyalatai, ezek nagyon jól állnak. Első körben azt mondaná az ember, hogy a pasztel az nem passzol, de közben olyan szép barna szemed van, meg sötét hajad, hogy még ezt is elbírja, például egy fehér garbóval, azt igen. gondolom, vagy azt mondanám, hogy még a pasztelt is simán hordhatott. Hát ez egyébként a fiatalságnak is a nagy előnye, hogy azért fiatal korban az ember még sok olyan színt is hordhat, amit idősebb korában már, amikor egy picit megjelennek a ráncok, a különféle karikák és egyéb dolgok, akkor már kevésbé tartanánk előnyösnek. Hát az, hogy mit szórjak innen ki, van-e olyan, ami szerintem kifejezetten nem passzol, nem is mondanám, igen, ez kicsit ez a Billie Eilish vonal azért, ez a ugye, kockásing, oversize fazon, csak ez lehet, hogy egy ilyen jó szélesszárú kortbársony nadrágot kéne egy edzőcipő, egy ilyen edzőcipővel fölvenni például, nem? Igen. Mert ez mondjuk még színbe is passzolna hozzá. Kölcsön adjam. jó, felnevezni, mondjuk lehet, hogy ez a szoknya nem az én méretem, de majd kitaláljuk. Lehet. Vigyük ezt a szoknyát magunkkal, mert ez nagyon izgalmas, hogy ehhez mit találunk. Figyelj, lehet, hogy most nem dobok ki semmit. Egy kreatív, nagyon izgalmasan öltözködő lány vagy, úgyhogy azt hiszem, hogy minden darab olyan, amihez lehet jól kombinálni, és egy tök jó stílusod van. Úgyhogy én megtartom ezeket a darabokat, de ami a legjobban érdekel, mert főleg, ha az 50-es évekről beszéltünk, akkor ez a midi szoknya, ami egy picit pont ezt az időszakot, az 50-es éveket, 40-es évek végét juttatja eszembe. Úgyhogy ezt vigyük is magunkkal, és nézzük meg, hogy az F&F őszi kollekciójából mit találunk hozzá. Jó. Vivi azt mondta, hogy az állatmintákat nem annyira szereti, mert hogy szereti az állatokat, és rögtön megemlítette a leopárdot. Jó. Tudom, hogy igen, azt. Egyébként te szeretted azt a leopárdos topját? Nem. Nem? Nem. Mert így nem beszéltünk össze, nem ő kérte, hogy dobjam ki. Utána mondta, hogy örült neki. És neki mit dobtunk ki? Semmit szinte. Na. Pedig én reménykedtem a kockásingben. Hát egyébként meg kell, hogy mondjam, hogy a kockásingen elgondolkodtam. Nem bírod elviselni ezt a kockásinget? Nem, reménykedtem, hogy kidobod, de hát majd legfeljebb vasalok bele egy lyukat. Köszi, anyu. Nagyon veszélyes. Ugye Zsani azt mondta, hogy van ez a kis virágos ruhája, te szereted? Én igen. Gondolkodtam, hogy elcsórom tőle egyébként. Tényleg? Nem tudja, hogy hogy egye föl úgy, hogy télen is hordhassa. Tessék, egy vastag harisnyával, meg egy garbóval például nyugodtan működhet, mert hogyha ezt aláveszed, harisnyát aláveszed, van hozzá egy jó csizmád? Van egy csizmám, így van, és igen. Tényleg? Látod? És akár még rakunk a derekára egy övet, egy jó kis fekete övet, és úgy már is összeáll a szed. Sőt, én még azon is gondolkodtam, hogy van neked ez a kedvenc blazered, uh-huh. és egyébként, ha már vintage-be gondolkodunk, akkor ez is jó, és mutatok egy trükköt, mert mostanában az egyik legvagányabb street style trükk az, hogy egy blazert kívülről kötünk meg övvel, és úgy egy picit ez a katonai, picit ez a vintage aha, vonal uh-huh. bele lopódik, és nagyon jól fog kinézni, úgyhogy szerintem ez lesz az első szett, amit neked odaadok. Jó. Neked pedig ugye megtaláltuk ezt a jó kis szoknyát. Aha. Lehet, hogy ezt egy ilyen rózsaszín. Működne, szerinted? Figyelj ide, hogyha a Zsaninak egy garbót adtunk, akkor nézzük meg ezt rajtad egy garbóval, de mondjuk jó. egy fekete garbóval, mert most akkor ez legyen egy olyan szett, amiben egy oda néz. Na, mit szólsz? Nagyon menő. Jó, nem? Mert ez egyébként, aha. hogyha leveszed a farmer jacket, akkor nagyon izgalmas szett a saját övével, és egyébként pedig, ha pedig fölveszünk hozzá a farmer jacket, akkor lehet ez egy olyan szett, amit megnézhetünk egy ilyen Billie Eilish vonalú, még kicsit oversize-al, amit mondjuk Zsani nem fog annyira szeretni. Igen. Viszont megnézhetjük egy olyannal is, ami egy kicsit szűkebb. Szerintem ez a saját bakancsoddal nagyon jól nézhet ki. Megpróbálhatjuk? Nézzük meg! Lányok, akkor irány a kifutó!
Halló, imádom a rózsaszín piros kombót, főleg feketével, nagyon, és nagyon jó, hogy a 42-eset választottam, mert oversize. Viszont nagyon jó a kis blazered, de találtam egy elképesztően jó kis fekete bőrcsekit az FNF-nél, úgyhogy nézzük meg, hogy azzal milyen ez a set. Egy pillanat. Zene! Na, hát nem tudtam mit szólni, csak ráadtam a 42-es zsekit. Igen, és jól áll neki. Ugye, ehhez a szethez nem lenne jobb egy kicsi? Nem, valóban. És érdekes, hogy működik a rózsaszín ezzel a színessel, nagyon. Gyerekek, azt meg kell tanulni, hogy a rózsaszín és a piros az nagyon megy egymáshoz. Uh-huh. Sokáig azt gondolták, hogy nem, de hát itt az élő bizonyíték, hogy az egyik legszexibb színkombináció. Neked tetszik? Abszolút. És mit szóltál, amikor itt előrobbantam a bőrcsekivel? Hú, meglepett, de... Sokkoló? Nem, kellemes meglepetés volt, és így még ez a fene gyerekebb, meg tényleg ez a fiatalosabb. Ugye? Tiszta vagány? Igen. Na jó, akkor mivel következik az ősz és a tél, ezért nézzük olyan szettet is, amiben egy kicsit a kabát is főszerephez jut. Figyelj csak, az van, hogy próbáljunk meg egy dolgot, jó? Jó. Hiszen ennek a napnak az is a lényege, hogy újdonságokat tudjatok meg saját magatokról is. Mivel te szereted a vintage-et, ezért én néztem egy olyan kabátot, ami pont a vintage vonal. Állítólag van itt valaki, aki nem szereti az állat mintát. De ki lehet az? Nem tudom. Ahhoz, hogy ezt a kabátot igazából megmutassuk, hogy mennyire jól működik, természetesen feladhattuk volna egy egyértelmű kombinációban, a fekete garbó ezzel a mamfazonú farmerrel és ezzel a kabáttal is nagyon menő lenne bakancsal. De ha már itt vagyunk, akkor lépjünk egyet tovább a te személyes stílusodban. Légy szíves, fogd meg ezt a kabátot. És megyek, keresek valamit, nem tudom, hova megyek, mit találok. De egyszer csak találok egy bézs-fekete zebra mintás, kicsit vintage hatású, ugye a nyakában masnival kötött maxi ruhát. Szerintem ez a kombináció a bakancsoddal és a hátizsákkal, vagy nem is a hátizsákkal, bocsánat, hát itt van nekünk egy fantasztikus arany kis színházításka, tehát egy igazi vampet csinálunk most belőle, Didiké, mit szólsz? Jó. Próbálod? Persze. Jó, és ha már itt vagyunk, akkor nézzük meg, hogy Zsaninak mit adjunk. Hát ha már mamfazon, akkor lehet, hogy pont azért kell fölvenni, mert akkor mindenki azt hiszi, hogy te nem is a mam vagy, hanem igazából a sister, csak vagányul nyomod a stílust, úgyhogy nézzük meg, hogy egy ilyen vagány kis szakadt farmer, maradjon a fekete garbó, és egy ilyen nagyon-nagyon vagány, kicsit egy olyan, mint egy kifordított bárány, de természetesen műszörme, egy kifordított bárány jacky, szerintem ez, és akkor lehet, hogy megkapod a hátizsákodat. Úgy is szoktatok ruhákat cserélni, persze, nem? Igen, alatt. Na, akkor kérem szépen, ehhez egy vagány bakancs viszont nagyon-nagyon jól fog passzolni, tessék belebújni, és lehet a Dunaparton bemutatni a szuper téli cuccotokat. Jó. Hajrá. Szerintem mikor cseréltünk. Abszolút. Én soha nem vettem volna fel ezt a nadrágot. Pedig milyen jól áll neked? Ahogy neked a szoknya. Egyébként azért voltam az elején szkeptikus, mert ugye zebra mintás. És nem szereted és az állatmintát. Nem szeretem annyira. De most, hogy felvettem, látszik, hogy tehát szinte elveszik rajta, hogy ez egy zebra mintás ruha. És még egy medve is van rajtad. Igen. Ez nagyon jó. Ez nagyon jó. Szerinted ezt megtarthatjuk? Én ezt elviszem, anyu, ez alap.